Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atya, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk bármely nyomorúságba esteket ezzel a vigasztalással. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami Atyántól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük, hogy úgy borulhatunk most eléd, mindenható igaz és szent Isten, hogy Atyánknak szólíthatunk és vallhatjuk, hogy Te irgalmas nagy Úr vagy. Ha nem lennél hozzánk irgalmas, már nem lennénk itt. Köszönjük a Te érthetetlen türelmedet, köszönjük megújuló kegyelmedet, köszönjük, hogy nem bűneink szerint cselekszel velünk. Áldunk azért, hogy újrakezdéseket engedélyezel. Köszönjük, hogy ilyen hosszú tűrő szeretettel szólítgatsz. Olyan sokszor oda sem figyelünk, amikor hozzánk beszélsz. Olyan sokszor elszaladgáltunk más csinálni ezen a héten is, amikor Te magad elé hívtál és vártál. Még csak elnézésedet sem kértük. Olyan sok egyéb kiszorítja Te dolgaidat, az egy szükséges dolgot az életünkből. Könyörülj rajtunk, és tedd ma egészen világossá számunkra, hogy mi a Te akaratod velünk. Hogy lehet a Te ajándékaidhoz hozzájutnunk? Hogy lehet hozzád magadhoz újra közel kerülnünk, és ott megmaradnunk? Ezer karral húz a világ el Te tőled. Újítsd meg a mi hitünket, vagy ajándékozz meg minket egyáltalán hittel, hogy tudjunk kapaszkodni beléd. Hogy legyen mindennél fontosabb számunkra a veled való közösség, hogy aztán értelmes tevékenységet, értelmes célokat, tőled kapott tartalmat nyerjen az életünk. Kérünk, Urunk, hogy így szólíts meg most minket, most szeretnénk igazán rád figyelni. Nem a saját gondolatainkkal foglalkozni itt sunyi módon közben is, nem hallgatni semmilyen idegen szóra, szeretnénk a láthatatlanokra nézni. Hajolj közel hozzánk, nagyon mélyen vagyunk. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban egészen a keresztig lehajoltál. Emelj magadhoz minket, mert utánad vágyik a mi szívünk. Amen. Isten igéjét, amelynek alapján az ő szent lelke segítségével az ő üzenetét hirdetem néktek, a Márk írása szerinti evangélium 6. részének 45-től 52-ig terjedő verseiből olvasom. A Márk evangélium a 6. részének 45. és következő verseiben így szól Isten igéje. És Jézus azonnal kényszerítette tanítványait, hogy hajóba szálljanak, és menjenek át előre a túlsó partra Betsajda felé, amíg ő a sokaságot elbocsátja. Miután pedig elbocsátotta őket, fölment a hegyre imádkozni. És amikor beesteledett, a hajó a tenger közepén volt, ő pedig egymaga a szárazon. És látta őket, amint vesződnek az evezéssel, mert a szél szembe fújt velük, és az éjszaka 4. szakában hozzájuk ment a tengeren járva, és el akart haladni mellettük. Ők pedig látván őt a tengeren járni, kísértetnek vélték, és felkiáltottak, mert mindnyájan látták őt, és megrémültek. Ő azonban azonnal megszólította őket, és ezt mondta, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Ekkor bement hozzájuk a hajóba, és elállt a szél. Ők pedig magukban szel fölött álmélkodtak, és csodálkoztak, mert nem okultak a kenyereken, mivel a szívük meg volt keményedve. Kedves testvérek, ma fejeződik be az egyetemes ima hét. Isten megengedte nekünk is, hogy egy héten át minden este együtt legyünk itt, hallgattuk az ige tanítását, és imádkoztunk közösen. Az azonban nagy baj lenne, ha bárki is azt gondolná, hogy az imádkozás valami kampányszerű vállalkozás. Éppen ezért pontosan egy ima hét végén fontos hangsúlyozni azt, hogy most semmi nem ér véget.
Sőt, akkor lesz gyümölcse ennek a hétnek, hogyha megújul az ima életünk, vagy egyáltalán az alkalmi imádkozásaink helyett elkezdődik az ima életünk. Hogyha az imádság, ami életünk szüntelen gyakorlata, szerves része, sőt feltétele lesz. Életünk forrása és alapja. Éppen ezért a legnagyobb imádkozóra, Jézus Krisztusra nézünk most, és ezen az evangéliumi történeten keresztül, ami bepillantást enged Jézus lelki életébe, ha tetszik, kegyességébe, ima életébe, azt nézzük meg, hogy mit is jelentett ő neki az imádság, mi mindent megért ő neki az imádság, miért volt szükséges még neki is az imádkozás, és aztán ezt, mint tükröt tartva magunk elé, lássuk meg a saját ima életünk fogyatkozásait, hiányosságait, hogy aztán Isten megajándékozhasson minket igazi gazdag ima élettel. Szeretném egyszerűen leolvasni erről az evangéliumi történetről az imádkozó Jézus néhány jellemvonását. Mindenek előtt azt kell észrevennünk, hogy Jézusnak rendkívül fontos volt az imádkozás. Úgy hozzátartozott az életéhez, mint ahogy nekünk a lélegzetvétel vagy a mindennapi kenyér. Az ő egész szolgáló életének, földi munkájának a forrása volt az atyával való imádkozó beszélgetés. Szakadatlanul kereste az atyával való közösséget, a csöndes imádkozás lehetőségét. A legkülönbözőbb időpontokról számol be a Szentírás. Olvasunk ilyet, hogy kora hajnalban még szürkületkor valósággal megszökik az övéi közül, és kimegy egy puszta helyre, hogy imádkozzék. Olvasunk arról, hogy este későn visszamarad, őket elküldi, és ő imádkozni akar. Van egy ilyen mondat az evangéliumban, hogy az éjszakát az Istennel való imádságban töltötte. Imádkozott a nagy sokaság előtt, nem szégyelte, nem magában. Hitvallás ez, hogyha valaki vállalja, hogy az atyához tartozik. Az 5000 ember megvendégelése előtt ott mindenki szeme láttára imádkozik. Lázár sírjánál a sokaság füle hallatára imádkozik. De imádkozott egyedül is. Múlt vasárnap volt szó arról, hogy milyen imaharcot folytatott a Gecsemáné kertben, és imádkozott a szószoros értelmében utolsó leheletével is, a kereszten is. Mégpedig értünk, akik oda juttattuk őt. Nagyon fontos volt Jézusnak az imádkozás. Egyszer meglátogattam egy családot, és amikor a beszélgetés végére értünk, megkérdeztem a házigazdát, hogy búcsúzás előtt imádkozhatunk-e röviden. Örömmel beleegyezett. És akkor megszólalt a kisfia, és ezt kérdezte: apu, most senki nem beteg. Miért imádkozunk? Azért, mert itt van a tiszteletes bácsi, hangzott a válasz. Lehet, hogy magunkban mosolygunk ezen, de vajon nem ilyen a mi imádkozásunk is? Ha nincs valami szorongató szükség, akkor miért imádkozunk? Talán csak azért, mert valaki ott van, aki annak örülne, vagy elvárja, vagy javasolta. Ez mutatja, hogy nem életelemünk, nem az életünk forrása és alapja az imádkozás. Chambersnél olvastam ezt a mondatot. Az Istennel való magános, közös csendességünk mélységétől függ az érte végzett nyilvános szolgálatunk értéke. Elhisszük mi ezt? Az Istennel való magános, közös csendességünk mélységétől függ az érte végzett nyilvános szolgálatunk értéke. Ezért van ám olyan sok értéktelen szolgálat. Lehet valaki nagyon buzgó, de ha az nem az Istennel való magános, csendes közösségéből ered, csak ő buzgolkodik, nyugodtan abba hagyhatja bármikor. Nincs értéke. Nem ketten csinálják, pontosabban nem Isten végzi általa az ő buzgolkodása. Jézus szolgálata nélkülözi az ilyen buzgolkodást. Ő neki minden mozdanatára érvényes volt az, hogy azért jöttem, hogy azt cselekedjem, amit az parancsolt nékem, aki elküldött.
Ezért volt neki olyan fontos az imádság. A másik, amit megláthatunk ebből a történetből, hogy Jézus szánt időt az imádkozásra. Itt késő este van, egész nap dolgoztak, és most át kell még evezni a Genezáreti tó túlsó partjára. Imádkozhatna útközben is, a csónakban is. Egészen bizonyos, hogy tette ő ezt többször. Van azonban sok olyan alkalom, amikor Jézus keresi azt a lehetőséget, hogy csak imádkozzék. Nem valami közben, nem valami mellett, úgy mellesleg, hanem csak imádkozni. Teljes szívvel, teljes figyelemmel az Atya előtt megállni. Jézus többször biztosította az imádkozásnak az elsőbséget. Testvérek, én sokszor magamat is rajta kapom azon, hogy olyan a mi imádkozásunk, mint ahogy az ember egy délutáni csúcsforgalomban Budapesten gépkocsival haladhat. Állandóan meg kell állnia, vagy dugó miatt, vagy lámpa miatt, ügyelni kell, ha ügyelnek az autósok a gyalogos átkelőhelyekre. Indít az ember, már is fékeznie kell, egy kicsit gurul a kocsi, de mielőtt lendületbe jöhetne, már meg kell állnia. És ez így van sokszor a mi imádkozásainkkal is. Tegyük fel, hogy valaki föl kell reggel idejében, hogy most elcsöndesedjék. Aztán egyszer csak halk kaparászás hal maga mögött, és egy pizamás kisgyerek bújik az ölébe. Nyilván nem küldi el, kicsit beszélget vele, aztán mégis elküldi, hogy öltözzék fel, megpróbálja folytatni az imádkozást. A harmadik mondatnál eszébe jut, hogy a tegnap este váratlanul érkezett vendég megette a kenyeret, kevés lesz reggelire a gyerekeknek, le kell szaladni még a boltba. Erős az illető, és elhessegeti ezt a gondolatot, nem indul azonnal a boltba, megpróbál tovább imádkozni, megszólal a telefon. Aztán föladja. És azt mondja, hogy majd a buszon munkába menet. Ha esetleg ülőhelyet kap, talán még jobban imádkozhat. Nem látjuk, hogy mennyire akadályozzák a piros lámpák az Istennel való kapcsolatunkat? Miféle szolgálat származhat ebből az állandóan megszakított, felszínes, sekélyes, felületes, semmilyen imádkozásból? Az igazi imádkozás, és Jézus itt erre ad nekünk példát, olyan, amikor például mi hozzánk egy államfő érkezik, és akkor lezárják az utakat, és akadály nélküli áthaladást biztosítanak neki. Átmenetileg nem lehet közlekedni a mellékutcákon, nem szabad a gyalogosoknak átmenni egyik oldalról a másikra, mert ő akkor abszolút elsőbséget élvez. Mert nagy tisztelettel fogadjuk, mert olyan nagy úr, hogy előtte a többiek egy kicsit félreteszik a maguk programját. Aztán utána megindulhat a tülekedés, bekapcsolják a lámpákat, megy minden úgy, mint az előtt. De van ilyen, hogy biztosítani az útvonalat. Hadd kérdezzem meg, hogy szoktál te így imádkozni? Hogy ott hemzseg 101 tennivaló, és azokat bátran félreteszed, mert van akkor a Úr Jézus az életedben, hogy neki néha abszolút elsőbséget biztosítasz. Aztán majd utána indulhat a tülekedés. De ez után egészen másféle tülekedés van az imádkozó ember életében. Ha biztosítja valaki Jézusnak az elsőbséget, akkor minden más is az azt megillető helyére kerül. Akkor nem tolakodnak előre jelentéktelen hitvány tennivalók, akkor bátran elhagyjuk azt, ami fölösleges, és akkor az kerül előre, ami ő szerinte fontos, ami gazdagítja az életünket és másokét. Jézus itt elsőbséget biztosított az imádkozásnak. Hazaküldi a sokaságot, elküldi előre a tanítványokat, ő pedig fölmegy a hegyre imádkozni. Igen, ám csak mi azt mondjuk, hogy kevés az időnk, sőt, szoktunk ilyen egyáltalán nem igaz megállapításokat mondani, hogy nincsen időnk. Hát gondoljátok azt, hogy Jézusnak kevesebb tennivalója volt, mint nekünk? Vagy ő elhanyagolta a feladatait? Hát éppen ez a történet mutatja, hogy reggeltől estig dolgoztak. Most este még gondoskodik arról a több ezer emberről, akit egész nap tanított. Még külön utasításokat ad a tanítványainak. Mindenről körültekintően alaposan gondoskodik.
és utána, akkor megy fel a hegyre imádkozni. Én azt hiszem, hogy mindannyian tudjuk azt, hogy amire feltétlenül akarunk időt szánni, arra tudunk. Ha nappal nem telik, akkor az éjszakából szakítjuk el. Ő is azt tette itt. Este megy fel a hegyre imádkozni, és a negyedik őrjárás az hajnali 3-kor kezdődött, hajnali 3-ig imádkozik. Amire akarjuk, hogy legyen időnk, annak megtaláljuk a helyét. Az az igazság sokszor, hogy nem is akarunk mi imádkozni. A harmadik, ami kiderül Jézus szavaiból az, hogy ha fáradt az ember, az sem jelent akadályt. Nagyon sokszor erre hivatkozunk, még ilyen fáradtan nem is tudnék. És akkor elkezdünk kegyeskedni, hogy nem méltó az Istenhez, hogy ilyen fáradtan járuljak oda eléje. Miket olvasunk itt a megelőző versekben? Ilyeneket olvasunk, hogy Jézus ezt mondja a tanítványoknak, gyertek el most csak ti magatok egy puszta helyre, és pihenjetek meg egy keveset, mert sokan voltak a járókelők, úgyhogy még evésre sem maradt idejük. Azért mi ritkán vagyunk, ennyire elfoglaltak, hogy evésre sem maradjon időnk. Jézusnak és a tanítványoknak itt ennyi feladatuk volt. Odaholták a betegeket, körülvette a nagy sokaság, hogy hallgassa őket. Aztán elmentek egy puszta helyre, csak ők maguk. És mi történik? A sokaság meglátta őket, amint mennek, megismerték őket, és minden városból egybefutottak, megelőzték őket, és hozzágyülekeztek. Nem hagynak nyugtot neki. És akkor mit csinál? Megszánta őket, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélkül való juhok, és kezdte őket sokra tanítani. Aztán este felé abba hagyja a tanítást, akkor megsokasítja azt a kevés kenyeret, jól tartja őket, azért az is igénybe vett valamennyi időt, amíg több mint 5000 ember jól lakott, meg egyáltalán kiosztották nekik. Aztán rendet csinálnak, összetakarítanak maguk után, akkor megvárja, míg mindenki elindul haza, elbúcsúzik az emberektől, aztán a tanítványaitól. Milyen fáradt lehetett Jézus azon az estén? És erről az estéről olvassuk azt, hogy amikor ott maradt egyedül, akkor fölment a hegyre imádkozni. Testvérek, a fáradtság az nem kifogás, ha valaki imádkozni akar. A fáradtságunk egyenesen ok arra, hogy imádkozzunk. Ha valaki hiszi azt, hogy Jézus miért tette lehetővé nekünk az imádkozást, akkor minél fáradtabb, annál buzgóbban keresi őt. Ott szabadul meg a fáradtságától, ott kaphat új erőt. Vagy ezt egyáltalán nem hisszük? Vagy esetleg akkor derülhet ki imádkozás közben, hogy mitől is vagyok én fáradt? Nem az elvégzett munkától. Minket igazában a bűnök fárasztanak ki. Az engedetlenség emészti el az ember erejét. A szívesen, a küldetésben, az engedelmességből elvégzett munka, az jól eső fáradtságot ad. Kifárasztani minket a bűn tud. És ez is csak imádság közben derülhet ki, hogy mi is az én rettenetes fáradtságom oka. És elkezdem szégyelni magamat, hogy ilyen fáradt lehettem. Éppen mert elsodródtam az atyától. Egyedül maradtam, azért vagyok fáradt. És már is ott a gyógyszer, mert az imádság mindig beleköt össze, elveszi a fáradtságomat, ad új erőt, ad világosságot, hogy azt, ami kifárasztott, ne folytassam, és így tovább. Ez csak ügy mindig, hogy én fáradt vagyok, ezért nem imádkozom. Nagyon jól tudom magamról, hogy akármilyen későn kerülök is haza, és akármilyen fáradtak vagyunk is a feleségemmel, ami nagyon fontos, azt még elmondjuk egymásnak. És mi az, amit nem szoktam elmondani? Ami kényelmetlen. Amit tulajdonképpen nem akarok elmondani. Tudom, hogy el kell, de majd holnap, majd másként, nem most frissiben, mert most jobban kellene szégyelnem magamat miatta, ha elmondom. Aztán az elmarad, ahhoz már fáradt vagyok. Nem érezzük, hogy mennyire hazug a szívünk. Isten világosságával lelepleződik ez. Testvér, ha te nagyon fáradt vagy imádkozni, akkor az az igazság, hogy nem szereted Jézust, és ezért nem óhajtasz beszélni vele. Jézus sose volt fáradt az imádkozáshoz. És a negyedik, ami itt kiderül, hogy ő egyedül is tudott imádkozni.
tudott és szeretett másokkal is, a sokasággal is, vagy gyülekezet előtt is, de következetesen és többször kereste azt, hogy egyedül legyen az Atyával. Fontos az, hogy tudjunk mi közösségben is imádkozni. De többször tapasztaltam, hogy aki csak egy másikkal együtt tud imádkozni, az nagyon sokszor annak a másiknak imádkozik, és nem az Atyának. Vagy pedig, aki csak a másikkal tud igazán imádkozni, annak a számára az a másik valóságosabb, mint a láthatatlan Isten. Tehát az az ember hitetlen. Nem tudja a hitével komolyan venni Istent. Ő, amikor egyedül van egy szobában, nem tud úgy beszélgetni az Atyával, mintha ott van a bizalmasa, akivel együtt szokott imádkozni. Az igazán hívő ember sose esik kétségbe, ha hosszabb, rövidebb ideig egyedül kell maradnia. Mert tudja, hogy csak ugyan nincs egyedül. Mi ezt szoktuk mondani, hogy hát persze nem vagyok egyedül, mert az Isten velem van. De éppen az ima életünk fogyatkozásai leplezik le, hogy nem hisszük mi ezt igazán. És mégiscsak azért vagyunk kétségbe esve attól, hogy egyedül kell maradni, vagy rettenetesen félünk a magánytól. Nem valóság nekünk a jelenlévő Isten. Akinek valóság, az nem fél egyedül maradni. Mert az valóban vele van. És az szakadatlanul tud beszélgetni vele. Élő párbeszédben marad az Atyával. És végül arra a kérdésre ad még választ ez az ige, hogy mi a haszna az imádkozásnak. Rendben van, hogy fontos, szánjunk rá időt, keressük az alkalmakat fáradtan és egyedül is, de miért? Miért olyan fontos ez? Nagyon sok vád éri a nem hívő emberek részéről a hívő embernek az ima gyakorlatát. Tulajdonképpen nincs hangja, nincs méltósága az imádságnak, sokszor még gyülekezeten belül sem. Mert nem értjük a célját. Miért olyan fontos? Ebből a történetből kiderül, hogy két okból is nagyon fontos. Az egyik egy vertikális, függőleges irányra mutat, a másik egy horizontális, vízszintesre. Az egyik az Istennel való kapcsolatunkat, a másik a többi emberrel való kapcsolatunkat veszi célba. Miért fontos az első szempontból? Azért, mert ez volt az ember eredeti feladata. Isten az embert arra teremtette, hogy őt imádja. Az ember volt az egyetlen teremtmény, aki közösségben, kapcsolatban volt teremtőjével, és ez volt a küldetése, hogy önként boldogan Istenét imádja. Jellemző az, és azt hiszem, hogy tökéletes diagnózist ad a lelki állapotunkról, hogy érzékeljük ennek a fontosságát, a méltóságát. Vagy pedig azt mondjuk, hogy mi értelme van annak. Ez volt a küldetése, szegény ember, mondta egyszer valaki. Micsoda méltóság volt az. Nos, az ember erre képtelenné vált, amikor elszakadt Istentől. És amikor újra megtanul imádkozni, az újjászületés után, akkor visszakerül az eredeti helyére. Közben bűnöző volt, és a rehabilitációja után éppen az imádkozás közben foglalja el újra az eredeti helyét. Ez az ember teljes rehabilitációja, amikor imádkozik. És ezzel kezdheti el már most azt, amit majd a mennyben egy örökké valóságon át gyakorolni fog. Isten minősítése szerint ilyen fontos tevékenység az imádás, hogy a mennyben semmi más nem is fogunk csinálni. Ennyire gazdag, tartalmas, sokszínű, egy örök életet kitöltő küldetés ez, amiről nekünk most valami kevés elképzelésünk lehet még. De aki imádkozik, az már itt azt gyakorolja, amit majd a mennyben fogunk. Ezért jelenik meg az imádkozó ember szívében és körül valami mindig a mennyből. Ez tehát a vertikális, most nem részletezem ezt. Tehát Istennel hozza kapcsolatba az embert az imádság, visszahelyezi eredeti pozíciójába, elkezdi azt, amit majd a mennyben mindörökké tenni fog. A másik kérdés azonban még mindig nyitva van, amit egyszer nagyon becsületesen így kérdezett egy ismerősöm, de mondd meg, mi a társadalmi haszna az imádságnak.
És teljesen megértettem azt, az ő számára az a hasznos, aminek társadalmi haszna van, látható, fogható, az emberek számára hasznos tevékenység, ilyenekkel töltjük az időt, nem mással. És ő kifejtette nagyon őszintén, hogy az ő pillanatnyi látása szerint az imádság mindenestől haszontalan foglalkozás. Unatkozó öregasszonyoknak, tehetetlen vagy nyugtalan betegeknek való. Ezt mondta. És nagyon sokan gondolkoznak így. Mi a társadalmi haszna az imádkozásnak? Ne sértődjünk meg, ha ilyen kérdést feltesznek nekünk. Van társadalmi haszna. Pontosan az derül ki ebből a történetből, jobban, mint akármelyik másik az imádságról szóló bibliai történetből. Mert ha valaki azt mondja, hogy én most még nem érek rá imádkozni, nekem most még feladataim vannak, én nem érek rá az eget nézni, akkor azt én arra kérném, hogy olvassa csak el figyelmesen, hogy mit látott itt Jézus, miközben az eget nézte. Miután elbocsátotta őket, fölment a hegyre imádkozni. És amikor beesteledett, a hajó a tenger közepén volt, ő pedig egyedül a szárazon. És látta a tanítványait, amint vesződtek az evezéssel, mert a szél szembe fújt velük. Aztán az éjszaka negyedik szakában hozzájuk ment, és el akart haladni mellettük. Négy nagyon fontos mozzanat követi itt egymást. Az első az, hogy miközben Jézus teljes szívével az atyára figyel, látja a tanítványait, amint vesződnek az evezéssel. Most, ha lenne időnk, mondanám azokat a tapasztalataimat sorba, amik ezzel kapcsolatosak, hogy pontosan imádkozás közben, pontosan a nagyon mély ima életet gyakorló embereknek a szemét nyitja ki Isten arra, hogy meglássák azokat, akik bajban vannak, és akiken nekik kell segíteniük. Pontosan imádság közben mutatja meg nekünk, ami Urunk, hogy kik azok az emberek, akikhez mehetünk, és magunkat társadalmilag hasznossá tehetjük. Elmélyült ima élet nélkül mindig magam leszek önmagamnak a legfontosabb. Általában a saját bajomat tekintem a legnagyobbnak. Tele vagyok keserűséggel, hogy nem jönnek mások segíteni rajtam. Az imádkozó embert elfordítja magától Isten. Aki látja az atyát, az észreveszi a testvérét is. Aki tud leborulni az atya előtt, annak sokkal könnyebb lehajolnia a testvérhez, hogy segítsen neki. A másik, ami kiderül ebből, hogy Jézus abba hagyja az imádkozást, és elmegy segíteni. De csak az imádkozó ember tudja, hogy mikor kell abba hagynia, és kinek kell segítenie. És ne haragudjatok, ha ilyen banális megfigyelést is mondok. Csak az elkezdett imádkozást lehet abba hagyni. Sose hagyhatja abba az imádságot valaki a szolgálat érdekében, aki nem kezdte el ilyen komolyan és mélyen, mint ahogy Jézus. Ezért hiányoznak a nem imádkozó ember életéből az ilyen szolgálatok. Aztán a harmadik mozzanat az, hogy Jézus vállalja ezt a nehéz, kényelmetlen, fárasztó utat. Éjszaka, viharban, egyedül, fáradtan, sötétben megy segíteni azoknak, akik bajba jutottak. Tapasztalom szüntelenül, hogy az ilyen erőnket meghaladó feladatokhoz, ahol lustaságunkat, fáradtságunkat, félelmeinket, gátlásainkat is le kell győzni, csak a komoly ima élet ad erőt. Ha előtte fölment a hegyre az ember, akkor lesz kész és erős arra, hogy menjen és dacolva minden akadállyal elvégezze azt a szolgálatot, amit Istentől kapott. És a negyedik, ami megint csak következik Jézus elmélyült ima életéből, hogy amikor megérkezik a tanítványokhoz, akkor hatalommal teremt csendet a tengeren, rendet teremt a csónakban, és békességet teremt a szívükben. A teremtő Isten érkezik meg hozzájuk. Az az Isten, akinek minden lehetséges, még ami az embereknél lehetetlen is. És erre is látok jó néhány példát, amikor hozzánk hasonló gyönge, erőtlen,
de az Istennel való mély ima közösségben élő emberen keresztül maga a Teremtő Isten lát munkához. Amikor szó szerint érvényesül, hogy az én erőtlenségem által az ő ereje végzi el a munkáját. De ehhez előbb föl kell menni a hegyre. Ehhez néha le kell állítani a lámpákat, és elsőbséget biztosítani az Úrnak. Ehhez abban a küldetésben kell fáradozni, ahova ő küldött, és akkor ő használ. És akkor ő áld meg, és az ő ereje árad ki rajtunk keresztül. Jézus minden erőlködés nélkül végzi itt ezt a munkát. Ez jellemzi mindig a komolyan imádkozó emberek szolgálatait, hogy nem erőlködnek. Nem ők végzik. Eszközzé váltak a hatalmas Isten kezében. Ezért volt olyan fontos Jézusnak az imádkozás, ezért szánt rá annyi időt, ezért imádkozott fáradtan is, és ezért kereste egyedül is az Atyával való közösséget. Enélkül is lehet sok szolgálatot végezni, sok jó szolgálatot is. Csak hogy ezt az ember egyedül kell, hogy végezze, ott nem eszköz az Isten kezében, ott ő az alanya a jó szolgálatainak. Ez az egyik fogyatkozása ennek, a másik pedig az, hogy nem biztos, hogy azt végzi, ami rábízott. És aki nem a küldetésében jár, az nem számíthat a küldőjére. Nagyon jó lenne, ha találnánk ma egy fél órát arra, hogy egy munkafényképet készítünk a magunk életéről. Mi mindennel telik el egy napunk, vagy egy hetünk. És könnyen kiderülne, hogy ó, de sok mindent csinálunk, ami biztos, hogy nem az Atya parancsára történik. Van-e bátorságunk abba hagyni mától kezdve? Kiderülne, hogy talán soha nem biztosítunk abszolút elsőbbséget az imádkozásnak. Kiderülne, hogy végső soron magunkban bízunk mi elejétől fogva. Tudom én, hogy mit kell csinálni, van ahhoz nekem már gyakorlatom, tapasztalatom, érzéken, nem merjük így kiszolgáltatni magunkat az Atyának. És nem tiszteljük őt annyira, hogy engednénk őt munkálkodni. Hadd tegyen ő velünk és általunk azt, amit akar. Buzgó lehet az ember imádság nélkül is. Engedelmes azonban nem lehet. És éppen itt kap hangsúlyt az, hogy nem tud mindenki imádkozni. Imádkozni csak az újjászületett ember tud. Amíg a bűneink elválasztanak minket Istentől, addig olyan vastag fal van közöttünk, amin nincs áthallás. Amíg a bűneinket nem láttuk meg, és nem vallottuk meg, és nem szakítottunk velük, addig olyan mélységben vagyunk, ahonnan nincs kilátás. Csak amikor valaki eljut oda, hogy rászorulok az Isten irgalmára, elfogadom az ő kegyelmét, engedem, hogy megtisztítson engem, bízom abban, hogy csak Jézus segíthet rajtam, de ő segített rajtam, ilyen értelemben úrrá lesz az életemben, befogadom őt, kapom vele az ő szent lelkét, attól kezdve tud valaki imádkozni. Enélkül csak kiáltani tud, mint a tanítványok. Az is nagy dolog, ha valaki már kiállt a mélységből, messze földről, nagy ínségből. De ez még nem imádkozás, ez kiáltás. Ezzel kezdődik. Az igazi imádkozás az azonban, aminek olyan gyümölcsei vannak, amiről hallottunk, az csak ez után jöhet. Isten megengedi nekünk, hogy legalább kiáltsunk ma. A megterített úrasztala bátorít arra, hogy kiáltsunk a legnagyobb mélységből is. Aki hozzá kiált, annak ő felel. Ez egészen bizonyos. És utána elkezdődhet az igazi imádkozás, és megteremheti a maga gyümölcseit. Imádkozzunk. Úrunk, megvalljuk bűnbánattal, hogy sokszor csak ima szövegeket mondunk, de nem imádkozunk. Nincs benne igazán az értelmünk, a szívünk, az egész valónk. Vagy pedig csak mi vagyunk benne, és neked nem is hagyunk helyet. Köszönjük, hogy te elsegítesz minket oda, hogy lélek által tudjunk imádkozni. Köszönjük, hogy ígéred és adod nekünk a te szent lelkedet, aki aztán kiáltja bennünk, hogy Abbá, Atyám. Szeretnénk most így megnyitni magunkat előtted.
Köszönjük, hogy már így gyakorolhatjuk azt, ami majd a mennyben lesz osztályrészünk. Köszönjük, hogy a benned hívőknek már itt elkezdődik a menny. Olyan nagy a tülekedés ezen a világon, Istenünk, és olyan nagy a tumultus a mi életünkben is. És megvalljuk bűnbánattal, hogy ha valami kiszorul a programunkból, akkor az igen gyakran te vagy. Nincs csend, nincs imádkozás, halogatjuk. Bocsáss meg ezt a könnyelműséget nékünk. Bocsáss meg, hogy így megbántunk téged. Bocsáss meg, hogy nem tudunk végighallgatni, hanem minduntalan fölkelünk és ott hagyunk. Erősíts meg minket, hogy ne csak a lélek legyen kész, hanem a testünk is erős legyen arra, hogy elsőbséget biztosítsunk neked. Köszönjük, hogy kapcsolatba kerülhetünk veled. Köszönjük, hogy te kinyitod a szemünket, és azt tehetjük, amit ránk bíztál. Oda mehetünk, ahova elkísérsz, ahol győzelmeket adsz. Olyan szolgálatokat végezhetünk, amikhez az erőt is adod. Megvalljuk, hogy a mi fáradtságunk mögött is a hitetlenségünk van. Egyedül buzgolkodunk, Urunk. Szeretnénk most végérvényesen összekötni az életünket veled. Te légy a mi parancsolónk, irányítónk, erősítőnk. A te erőid áradjanak rajtunk keresztül. A te békességed csorduljon ki a szívünkből. Szeretnénk először mi rendbe jönni veled, hogy aztán a te nagy rendező, újjáteremtő munkádat folytasd az általunk is. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Otthonotokba távozó szeretteim, ami Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete és a Szentlélek közössége maradjon veletek. Amen.